Egy augusztus végi szerdai nap a nyíregyházi búzatéri piaccsarnokban. A méz ára egy éve nem változott, az akác jellegű méz kilója 2100 forint. A tojások sem drágultak egyelőre, az MS méretűeket darabonként 53 forintért, XL-es méretűeket 79 forintért tudtunk volna vásárolni. Ugyanazokkal az árakkal dolgozunk, méretben megtalálható az S, M, L, XL, 2XL méret. A takarmány árak, szerintem most lesznek ugye a betakarítások folynak, szerintem majd azok fogják befolyásolni a továbbiakban a tojásnak az árát. A vásárlók közül sokan visszajáró vendégek is a friss zöldséget, gyümölcsöt keresik. Sokkal egészségesebbek, nincsenek permetezve, sokkal finomabbak, nem tárolják őket hidegben, mint egyes üzletláncoknál. Hát én paradicsomot vettem, paprikát, szilvát, barackot, hát az idény gyümölcsöket és zöldségeket. A csemege kukorica szezon a vége felé közeledik, az utolsó hetekben ez inkább felfelé tornázza az árakat. Találtunk kisebb csöveket, 150 nagyobbakat, 200 forintért, és megkérdeztük a kistermelő, hogyan készíti el a legfinomabb főtt csemege kukoricát. Forrástól számítva 5-10 perc, 10 percnél semmiképpen sem kell tovább, de én úgy tanultam, meg itt nagyon sok vevőtől is hallottam, meg aki nem tudtam, mondtam, hogy az edény aljára teszünk a csuhéból, utána belerakjuk a kukoricát, a tetejére is teszünk csuhét, és akkor a csapar, én úgy szoktam legalábbis, hogy hideg vizet a csaparról, fel a gázra, és forrástól számítva 5-10 perc elegendő. A kukoricával szemben a szilva ára inkább csökken, az árusok átlagosan 450-500 forintért kínálták kilogrammonként. Befele megy az ára. Nem, tehát tavaly ilyenkor sokkal többet, meg jobb, nagyobb áron lehetett eladni most. Hát ez a szeptember, augusztus vége mindig is az iskola kezdése, hát ez nehéz időszak volt éveken keresztül. Ez a szilva szerintem szeptember közepére le fog menni. A görög dinnyéből egyre nehezebb jó minőségűt találni. Az árusok azt mondták, a nagy meleg és szárasság miatt a gyümölcs túlérik a földeken. Emiatt drágulást tapasztaltunk. A paprika és paradicsom iránt továbbra is nagy az érdeklődés. Keresik a lecsónak való paprikát, paradicsomot, ugyanúgy a befőzni való paradicsomot, a térre eltelt lecsónak valókat, és emellett még a befőzni való uborkákat, amit keresnek. Hozzátette, a friss zöldbab 2500 forint helyett a piacon most már 1000-1500 forintos áron is kapható, emellett már megjelentek a korai almafajták, a Jonathan vagy épp a gála almák is.